A rúdtánc kapcsán általában az éjszakai bárok jutnak az ember eszébe, pedig ennek a műfajnak van egy az átlagnők számára is büszkén vállalható verziója, amelyben kellő kitartással, ráadásul komoly sportsikereket lehet elérni. Ezt Enger Tencer Katalin példája is bizonyítja, aki Szlávi Eszterrel az oldalán megnyerte a prágai rúdtánc Európa-bajnokság páros számát. Úgyhogy már is jön a duó, és elmesélnek mindent erről a műfajról. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Gratulálunk ehhez a győzelemhez, ugye itt vannak az érmek is. Magyarországon miért és hogyan kezd el rúdtáncolni az ember? Lehet azt mondani, hogy mindenki Pirner almafájáról esik le? Hát nagyjából lehet, azt gondolom. Ő azért elég sokat tett ennek a sportnak az érdekében. Ugye ő hozta be Magyarországra körülbelül 10 évvel ezelőtt ezt a sportot. Azóta persze elég sok iskola fejlődött ki ez alatt a 10 év alatt, és gyakorlatilag folyamatosan fejlődésben van a sport. Tehát szaporodnak a versenyzők, igen, egyesületi élet, edzések, folyamatosan igen. Fejlődik. És akkor viszont nézzük azt, hogy melyikőtök miért kezdte el? Hát én a kisfiam megszületése után kezdtem el gyakorlatilag, mindenféle sportmúlt hiányában. Tehát ebből adódóan is mindenkinek ajánlom. Nekem speciál a hátfájásomat és egyéb problémáimat is helyre tette, nagyon szépen erősíti a tartóizmokat. Tehát egyfajta terápiásokból, és ha jól tudom, nem is olyan nagyon régen, ugye, két hát évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt, és aztán tavaly nyáron, igen. Na hát, milyen világbajnoki cím lesz ebből egy év múlva? Nekem ez abszolút szerelem volt, általában a lányoknak a nagy százalékánál ez így alakul. Úgyhogy igazából hobbi szinten kezdtem. Aztán találkoztam Eszterrel, és valahogy belekeveredtünk az Európa-bajnokságba. De akkor azt mondanak, Eszter, hogy ebben milyen jellegű tehetséggel kell bírni, ahhoz például, hogy valaki olyan gyorsan tudjon fejlődni. Mint például Kata? Mint például Kata, igen. Hát nyilván egy alkati adottság az mindenképpen. Na, először nézzük ezt. Szerintem a... Nagyjából egy tornász alkat az, ami erre alkalmas. Katának nagyon jó az izomzata ehhez. Benne valami őserő lakozik, nem tudom, iszonyatosan erős, attól függetlenül, hogy nincs előképzettsége. Ezt nem tudom megmondani, hogy ez mitől van. Tehát ő egy ős tehetség, ez kiderült. Ő egy ős tehetség. Tehát akkor azt jelenti, hogy tornász alkat. Tornász alkat, ha megnézzük. Nem jó, valaki, mint a kosarasok 190 centi. Hát igen, az nehéz. Vagy ha rúdugró, az se jó, igen. Ha megnézzük, hogy kik jók ebben a sportban, általában a balett, ritmikus sport, gimnasztika, tornász, előképzettséggel rendelkezők azok, akik úgymond alkalmasabbak egy picit erre a sportra. Hát a verseny részére. A verseny. Hobbi szinten, a verseny. Hobbi szinten bárkinek. Tehát egy szintig el lehet jutni bármilyen alkattal. Na de ahhoz, hogy az ember eljusson ehhez a szinthez, ami nektek sikerült, tehát EB címet nyerni, akkor azt nézzük, hogy egy ilyen verseny, ami már versenykörülményeket jelent, az hogy néz ki, hogy zajlik, mik a feladatok és hogyan bírálják el? Nézzük ezt. Hát ugye... Látjuk is. Magyarországon nincs egy szövetség, ez az egész sportág még eléggé szét van esve, úgyhogy elég sok verseny van. Úgy hiszem, hogy lesz előbb-utóbb egy szövetség, nem? Erre megy minden törekvés, hogy legyen szövetség nyilván, meg nyilván a nemzetközi szinten pedig arra mennek a törekvések, hogy olimpiai sportág legyen ebből egyszer. Igen, arról is beszélünk majd. Most egyelőre 3 világbajnokság van, 1 Európa-bajnokság, ha jól tudom, és nagyon sok-sok-sok kis verseny. Úgyhogy igazából az ember kiválaszt egy versenyt, hogy mire szeretne menni. Annak vannak válogató versenyei Magyarországon, tehát a világbajnokságra, Európa-bajnokságra magyarországi válogató versenyen keresztül lehet kijutni. Tehát ez már egy ilyen komolyabb lépcső. Ha, tehát ti is így igen. Gyakorlatilag én tavaly kvalifikáltam magam a régi párommal, mert akkor ugyanitt lettünk első helyezettek, ezzel automatikusan idén is kvalifikáltuk magunkat. Csak közben ő lemondta a szereplést, és akkor így találtam meg Katát 3 héttel a verseny előtt, úgyhogy így jutottunk ki. Akkor oda neked nagyon tehetséges
páros, pár kellett már, ugye? Mert hát, nem volt sok időtök együtt fölkészülni. Nem, nagyon nem. Nagyon kevés volt, úgyhogy igazából nagy mázli, hogy vele tudtam ezt csinálni. Valószínűleg mással nem biztos, hogy sikerült volna ezt így összehozni. Hát gondolkodtad, te izgulottál, nem? Mert akkor neked ez a... Hát bekerültél a mély vízbe egyszer csak hirtelen. Hát megmondom őszintén, hogy izgulni annyira nem volt nem? időm. Ja, nem volt idő. Ez a duó szereplés, ez egy kicsit más, mint az egyéni. Talán az ember többet is megpróbál megtenni, mint saját magáért. Úgyhogy én minden erőmet abba fektettem, hogy gyakorlatilag az Esztert így végig tudjam támogatni ezen a versenyen. Úgyhogy nem nagyon volt időm gyakorlatilag izgulni. Hát nehéz volt, nagyon-nagyon sokat készültünk, egy teljesen új koreográfiát kellett összeraknunk, zenét vágni hozzá, az elemeket kiválogatni, egy csomó mindent... Tehát akkor ezt 3 hét alatt raktátok össze ezt a koreográfiát? Így van, én előtte nem is duóztam például, az megint egy teljesen más kategória, mint az egyéni. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt, de megérte, hál' Istennek. Na hát ez például az, hogy valaki egyéniben indul inkább, vagy pedig duózik, ezt a különbséget áthidalni, ez nem olyan egyszerű dolog, nem? Nyilván teljesen más a duózás, mint a szólózás. Igazából én szóló és duó versenyeken is indulok rendszeresen. Melyiket szereted jobban? A duózást. Igen? De miért? Igen. Nem tudom, erre nem tudok válaszolni, egyszerűen sokkal jobban érzem magam, sokkal jobban érzem magam a színpadon, hogyha duózom. A másik az, hogy egy duó produkcióval egyelőre még könnyebb kijutni a versenyekre, és könnyebb helyezést elérni, mint mindenki egyénieskedik. Szólóban, ott már iszonyatos a mezőny. Tehát külföldön azért a rúdsport sokkal előre haladottabb, mint itthon. Nagyon-nagyon kemény a mezőny. Aha. És egy ilyen versenyen, ugyanúgy, mint a tornánál, ugye ott van a nemzetközi zsűri, a bírói testület, és akkor az pontozza a Igen. produkciót, amit látott, ugye a részfeladatok nehézségei és az összeálló koreográfia alapján. Abszolút ugye erről van szó. Így van, van egy ilyen pontozólap, különböző kategóriák szerint, az elemeknek a nehézségi foka, akkor a büntetőpontok, stb., és akkor a végén összesítik ezeket, és ki is adják, és akkor meg lehet nézni, hogy mi az, ami... Van a kötelező elemek, egyéniben most már majdnem minden versenyen van kötelező elem. A duóban most például ezen az Európa-bajnokságon még nem voltak kiírt kötelező elemek, de a világbajnokságon már duóban is vannak kötelező elemek. Ezen kívül pontozzák nyilván a színpadi megjelenést, hogy hogyan adja elő az ember ezt az egészet, pontozzák a lábtartást, kéztartást, tehát mint egy esztétikai sportban, gyakorlatilag minden... Ritmikus gimnasztika, torna, gyakorlatilag keveréke, mixe, annak mondhatjuk ezt a sportágat. Volt-e olyan különleges elem a koreográfiátokban, ami hozzásegített benneteket a győzelemhez? Volt. Na. Hát szerintem több is szerintem volt. Mondjuk a szaltó, a szinkron szaltó részt, az szerintem az egy elég erős rész volt. Meg a katának vannak ilyen kicsit agymenései, amik olyan elemeket tud megcsinálni fájdalom nélkül, amit általában mások csak nagy fájdalom árán tudnak. Ráadásul úgy is fáj nekik, hogy én még mondjuk nem akaszkodok rájuk. Katának pedig ez nem jelentett problémát, úgyhogy volt egy-két olyan elem, amit még nem is láttunk mástól. Ezt mi találtuk ki. Úgyhogy ezeket különben pontozzák, tehát értékelik azt, hogyha új elemet viszünk. Hát az nyilván javít a helyzeten. Igen. Úgyhogy biztos, hogy ez is hozzá segített minket a győzelemben. Hát igen, elég nagyot álmodtunk ezzel a gyakorlattal, én úgy gondolom. Hát elég rizikós is volt. Ezek szerint. Aha. Hát én ezt a szaltót például 2 héttel előtte tanultam meg úgy egyáltalán. Tehát így sok olyan része volt a dolognak, ami... labilis volt, tehát a 3 hét az teljesen lehetetlen gyakorlatilag. Azt mondjátok meg végül, hogy mi a folytatás. A következő az egy világbajnokság lesz, igaz? A következő, igen, decemberben igen. lesz egy, ugyanitt Prágában. Ott lesztek? Szeretnénk, igen. Hát ezzel az arannyal kvalifikáltunk, úgyhogy mindenképpen megpróbáljuk. Akkor most viszont, ahogy mondjam, ahhoz képest, ami az EB-re történt, rengeteg időtök van a felkészülésre. Igen, végtelen mennyiség időnk. Minden nap gyakoroltok?
Hát a 3 hét alatt minden nap gyakoroltunk. Én most azt gondolom, hogy nem fogunk minden nap gyakorolni, mert az... Hát van munka is, van az emberek magánélete. Hát azért... nem lehet az bírni, de nehéz. Azért minden nap 4-5 órát gyakoroltunk, és az a végére azért azt megéreztük. Úgyhogy szépen észre fogjuk most ezt össze. Európa bajnokként a VB aranyért mentek, gondolom, nem? Hát ez a cél. Így van. És akkor újabb őrültségek várhatóak ebben a koreográfiában. Abszolút. Is. Abszolút. Rajta leszünk az ugyan, hogy újabb meglepetéseket okozunk. Akkor majd a VB aranyjal visszavárunk ide titeket. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.